és újra fogom indítani a felvételt. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy kicsit másfajta videó lesz. Kaptam egy megkeresést, ami nem teljesen illik bele a könyves csatorna témába, ezért nem is tudtam először, hogy elfogadjam el, vagy sem, mert igazából engem érdekelt, és tök jó lett volna elfogadni, de azért inkább megkérdeztelek titeket is, mert mondom, hogyha titeket érdekel, akkor nyugodtabb szívvel megcsinálom, mint hogy egyszer csak így bedobok egy nem annyira könyves videót, mert hogy ez egy társasjátékos megkeresés volt egy társasjáték szolgáltatással kapcsolatban, és rólunk azt kell tudni, hogy mi imádunk társasozni, tehát nekünk van rengeteg társasjátékunk, és sokat is játszunk, tehát például télen, főleg. Tehát télen nagyon sokszor van az, hogy összeülünk, és 2-3 órákat simán társasozunk itthon, szóval ez így alapvetően nekem teljesen testhez álló megkeresés volt, viszont tényleg azzal volt problémám, hogy ez társasjáték, nem könyvelk, és hogy hogyan tudom ezt az egészet így becsempészni a csatornára, hogy tényleg el is tudjam fogadni, és teljesíteni is tudjam így azt, hogy erről így kicsit beszélek a csatornán, de hogy közül, hogy megmaradjon a könyves vonal is. De megoldottam, meg azt mondtátok, hogy szeretnétek látni így elég nagy arányban, tehát én tartottam róla Instagramon is szavazást, tartottam róla YouTube-on is szavazást, ilyen 80%-os alap igen volt, meg egy 12% mellé még az, hogy igen, hogyha tudom könyvekhez kötni, úgyhogy úgy voltam el, hogy akkor csináljuk. És ez a megkeresés a Játszóház projekt kapcsán jött, a Játszóház projekttől. Ez egy társasjáték kölcsönző projekt, ami így ezzel a covidos helyzettel együtt jött létre. Igazából ez egy ilyen előfizetés, amiből van több csomag, tehát mindenki ki tudja választani, hogy milyen időközönként, amik ugye meg vannak adva, hogy milyen időközönként és mennyi játékot szeretne kapni. Tehát van ilyen, hogy havonta 3, 2 hetente 3, 2 havonta 4, valahogy így vannak a csomagok, ahogy nézegettem. Tehát egy 3 társas játék. És akkor ez úgy van, hogy az ember megkapja egy a kiválasztott időre a társas játékokat, és akkor ő azzal tud játszani, amikor pedig letelik az egy hónap, 2 hét, amennyit kiválasztottunk, akkor jön a következő csomag, hogyha előfizettünk. És akkor megint van 2-3-4 társas játékunk, amivel megint tudunk bizonyos ideig játszani. És igazából az egész úgy működik, hogyha valaki elő akar rá fizetni, hogy akkor ő ezt szeretné, akkor a legelső dolog, amit csinálni kell, az az, hogy kitölt az illető egy ilyen rövid kérdőívet, hogy milyen társasjáték preferenciái vannak, tehát én is kitöltöttem, hogy milyen játékokat szeretek, mit nem szeretek, vagy mit nem szeretnék kapni, hány fős játékokat, volt a nyelvi megkötöttségre is kérdés, azt hiszem, hogy csak magyar, vagy lehet olyan, amiben nem feltétlenül van magyarosítás. Szóval volt egy ilyen kis kérdőív, és akkor az alapján összeválogatnak mindenkinek ez személyre szabottan társasjátékokat, és azokat elküldik. Kaptam 3 darab társas játékot, hogy ezt az egészet így ki tudjam próbálni, és ugye tudjak róla beszélni. Amúgy eredetileg azt hiszem a 2 hetes megbeszélés lett volna, de ugye az egyetem miatt azért nekem az úgy nem működött volna, hogy tehát hogy én csak hétvégén tudtam ezt csinálni, mert hogy hétközben egyetemen vagyok, és akkor az úgy nem működik, hogy itthon vannak a társas játékok, és kéne velük játszani, meg kipróbálni, hogy ez az egész tényleg milyen. És akkor én ezt a 3 társasjátékot kaptam. Egyébként ugye az egészben az is beletartozik, hogy tudni kell vigyázni rájuk, mert ugye ezt tényleg visszaküldjük, és akkor másik ember megkapja. Van egyszer, amit én kaptam, ez a Tiltott Sivatag nevezetű játék. Igazából szerintem annyira most a játékokról külön nem kell beszélnem, vagy hát így nagyon belemenni részletesen.
A könyves vonalat azt meg kicsit később vezetem föl hozzá benne a videóban. De nagyon röviden ez ilyen csapatjáték, tehát ebben mindenkinek össze kell dolgoznia, és vagy mindenki nyer, vagy mindenki veszít. Elárulom, mi nem tudtunk benne nyerni, tehát játszottunk, hogy 4 kört, 3-an is, 4-en is, abszolút nem tudtuk megnyerni a játékot, túl nehéz, mármint hogy nagyon nehéz volt, de egyébként miután rájöttünk, hogy kell játszani, mert kicsit bonyolult volt, utána nagyon jó lett. Ó, igen, és ennek kapcsán eszembe jutott, hogy egyébként például még plusz szolgáltatás ennek az egésznek, hogy minden doboz tetőben van egy kis QR kód, és hogyha azt beolvassuk telefonnal, akkor oda dob minket YouTube-on a játékszabályzathoz, mármint egy olyan videóhoz, amiben elmagyarázzák a játszóház projektnek a játékmesterei, hogy hogyan kell az adott játékkal játszani. Na igen, szóval ebben a játékban lezuhanunk egy sivatag közepére, és össze kell szedni alkatrészeket, de közben nem kéne szomjan halni, vagy betemetődni homokkal, meg ilyenek, és hát mi mindig szomjan haltunk benne, de egyébként tök jó volt, úgyhogy mondjuk próbálkozunk vele, mielőtt elviszik tőlünk. Ez mivel ilyen sivatagos játék, akkor próbáltam hozzá összeválogatni néhány könyvet, ami így az egész játék hangulatát nekem tükrözte. Az első könyv, ami abszolút nekem így beugrott erről a játékról, az a Tűzpróba volt James Dashnertől, ami ugye az Útvesztő trilógia második része, ugye ebben is egy sivatagban kell menniük az illetőknek egy elsivatagosodott területen, és hát igazából ott is csapatmunkában kéne túlélniük. Ami még ilyen sivatagos vibe-okat adott le nekem, az Saba Tahirtól a Szunnyadó parázs volt, Philip Pullmantól a Borostyán látcső, igen, ez a magyar címe. Ebben egy bizonyos történet száll olyan, hogy egy sivatagosabb részen játszódik, de nem nagyon spoilerezek, mert ez ugye a harmadik része a Túl sötét anyagainak. És amiben ez kicsit jobban kilóg a sorból, de Rainbow Ravel-től a Wayward Sun-ban ugye az amerikai prérin ilyen road trip-szerűen mennek keresztül a szereplők, és ez is kicsit arra emlékeztetett engem, ami ilyen ez a játék. Második játékunk az az Azul. Ennek ilyen nagyon szép színes a doboza is. Ebben a játékban csempéket kell kirakni. Szóval össze kell szedegetni csempéket, és azokat kell kirakni, azzal kell pontokat szerezni. Ez nekünk egyébként nagyon-nagyon-nagyon bejött, ugye még az is lehet, hogy majd egy ponton valahogy meg is szerezzük, hogy legyen sajátunk is, mert tényleg olyan jót el tudtunk vele játszani, ráadásul. Ja igen, ez 4 fős, a tiltott sivatag az max 5 fős. Ez csak 4 fős. Ami azért mondom, hogy csak, mert mi azért sokan vagyunk. Általában 4-en, de azért előfordul, hogy ilyen 5-6-an is összejövünk egy társas ötlen, hogy azért nálunk nem baj, hogyha valamit lehet többen. Igen, ez nekünk azért tetszett, mert nem egy olyan túl bonyolult játék, de azért kell hozzá gondolkodni és taktikázni, hogy a végén minél több pontja összejönjön az embernek, mert vannak benne ilyen bónuszpontszerzési lehetőségek, amik a legvégén jönnek ki, meg közben is taktikázni kell, mert úgy több pontot nyerünk, hogyha több csempét kapcsoltatunk. Ez így most egy kicsit bonyolultan hangzik, de hogyha valaki ismeri a játékot, akkor tudja, miről beszélek. Ehhez volt a legnehezebb dolgom, hogy könyveket válogassak össze, mert ennek nincsen annyira ilyen sztoria, vagy nem is tudom, amit így tudnék valamihez kötni. Viszont annyira random, tehát hogy így belegondolok abba, hogy csempék, mozaik, ilyenek. Egyszerűen nem tudtam kiverni a fejemből a Csata a labirintusban, a Percy Jackson 4. részét, mert abban is egy ponton ahogy a labirintusban kószálnak, vannak ilyen mozaik képek, és ahányszor belegondoltam, hogy milyen könyv van, amiben van valami mozaikos szál, ez ugrott be. Nem tudom megmagyarázni jobban ettől. A másik könyvet apa ajánlotta ide, mert hogy ugye ez ilyen színes, és színes csempék, és akkor egy kicsit ilyen viccesebb, vagy ilyen ellentétesebb könyv hozzá a Monochrome Jasper Forttól, mivel ebben a legtöbb ember csak egy szint lát, vagy az se. És akkor úgy apa azt mondta, hogy hát akkor úgy nehéz ezt játszani, és vicces, és nem tudom. De egyébként
valami logikát látok benne, hogy így azért valamennyi színek kapcsán lehet a kettőt csatlakoztatni, párhuzamba vonni. Ez jött be tényleg a három társas játék közül nekünk a legjobban. A tiltott sivatag is jó volt, csak tényleg ez nagyon idegesítő, hogy egyszerűen nem tudtuk legyőzni a játékot. A harmadik játék az Álmodj velem volt. Ez egy ilyen aszociációs, szabad aszociációs játék. Igazából vannak kártyák, azon vannak képek, és egy embernek be kell kötni a szemét, ő az álmodó, és a többi embernek három szerepkör szerint kell segítenie, vagy hátráltatnia abban, hogy csukott szemmel kitalálja az álmodónk, hogy ki, vagy hogy mi van a kártyán. És akkor ugye a kártyán lévő dolgot kell így körbeírni neki egy-egy szavakkal, ugye asszociálva dolgokra. Na most nekünk ez annyira nem jött be, de így még mindig jobb, hogy háromból kettőbe jött, tehát hogy azért nyilván benne van ez a hiba faktor is a dologban, mert nem biztos, hogy minden 100%-osan fog tetszeni. Nekünk ez úgy jött le, mint egy túl bonyolított Dixit. Mert ugye a Dixitben is a kártyákról kell asszociálni, de mi eleve a Dixitet is úgy játsszuk, hogy pontok nélkül és csak úgy a poén kedvéért, hogy minél őrültebb dolgokat tudjunk kitalálni. Ezt is pontok nélkül játszottuk, mert a pontozás elég bonyolult is volt, és így azt hiszem egy kört, kettőt játszottunk vele, és akkor utána azt mondtuk, hogy hát ez nekünk annyira nem jön be, mert túl van bonyolítva igazából kicsit az egész. Valakinek rossz asszociációkat kell mondani, valakinek jó asszociációkat, és akkor utána még sztorit is kell mondani, mindegy, tehát hogy így az egészbe így belekavarodtunk meg tényleg, most hogyha választanom kéne, akkor inkább a Dixittel játszunk, mint ezzel, nem tudom, tehát hogy tényleg tehát ez volt a háromból az az egy, amivel úgy voltunk, hogy kipróbáltuk, de nem jött be. De ebben az egészben az a jó, hogy tényleg itt van ez a három társas játék, és ja, benne van, hogy valamelyik nem fog tetszeni, de mi mindig úgy vagyunk vele, hogy kettő tetszett. És akkor azzal a kettővel meg tudunk orvérzésig játszani. Igen, és hogy mivel ez ilyen álmodós játék, és ilyenek, találtam az a két könyvet. Az egyik a Dream Magic, ami a Shadow Magic sorozatnak a második része, aminek még mindig nem olvastam el a harmadik részét, és már lassan nem emlékszem, mi történt ezekben. Azért választottam ezt a könyvet, mert ebben van egy ilyen átok, ami miatt mindenki elalszik. És nem részletezem tovább, mert nyilván az már spoileres lenne, de igen, ebben mindenki elalszik és álmodik. A másik könyvet még nem olvastam, ez Emmy Itarantától a Tiltott Álmok Városa. Ezt meg azért választottam ide, mert ebben, hogyha valaki álmodik, akkor az bajba kerül. Mert hogy nem kéne tudni, nem lenne szabad álmodni. Ebben meg álmodok, ebben meg nem szabad. Így tudtam két könyvet aszociáltatni, ha már aszociációs játék volt ez is. Ehhez. A Játszóhez projektnek nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a megkeresést, mert nagyon örültünk, nem csak én, hanem úgy az egész család, tehát mikor egyébként megkaptam a megkeresést, mindenki azt mondta, hogy fukadt el, játszani akarunk. Úgyhogy mindenki nagyon örült annak, hogy legalább ki tudtunk próbálni új társas játékokat. És egyébként tényleg így tök jó belegondolni egy bizonyos árért, ami... Tehát igazából, ahogy nézegettem az előfizetéseket, körülbelül annyiba kerül egy előfizetés, mint egy társas játékot megvenni, és akkor így legalább többet lehet kipróbálni ez alatt az időszak alatt. Igen, úgyhogy nagyon örültem tényleg a megkeresésnek, és remélem, hogy így ezzel a kicsi könyves összefűzéssel akkor annyira nem is fog kilógni a csatornáról, és esetleg nekem is felkeltettem az érdeklődéseteket, hogyha mondjuk ti is szerettek társas játékokat, ti is szeretitek esetleg a társas játékokat, akkor akár nektek is érdekes lehet ez a projekt, hogy esetleg jól jönne egy hasonló szolgáltatás, hogy tényleg ilyen társasjáték kölcsönzés. De mindent elmondtam, amit így tudni kell erről az egészről, de a leírásba be lesz linkelve a honlap, ahol még több információt tudtok megtudni, ahol még több információt találtok erről az egész projektről és erről az egész társasjáték kölcsönzésről. Egyrészt remélem, hogy nem nagyon lógott ki akkor így a könyves tartalomból, és hogy esetleg valakinek ezzel tudtam valami olyat ajánlani, ami hasznos és jól jön, és esetleg szeretnék kipróbálni. És berekedtem. Ha esetleg ti is szerettek társas játékozni, akkor kommentben hagyjátok lent, hogy szerettek-e, és esetleg, hogy nektek mik a kedvenc társas játékaitok.
Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlátok a következő alkalommal!